Hát a Művészeti Akadémián volt egy Cserny József nevű designer, aki pár évvel ezelőtt meghalt. És én akkor elhatároztam írok róla, mert nem csak a munkássága, hanem az egyénisége is nagyon figyelemre méltó és nagyon érdekes volt. Aztán el kellett telni egy bizonyos időnek, hogy azért utána járhassak, és az ő életét kiderítsem és fölmérjem. Kávérajzok lett a könyvnek a címe, mégpedig azért, mert feleségem mesélte, Harsa Ilona, hogy reggel, mikor fölkelt, akkor körülbelül 2 órán keresztül leült az asztalhoz, és még a reggeli kávéját megitta, addig vagy 25-35-45 rajzot csinált. És ezeket úgy nevezték el, hogy kávérajzok, ez lett a kötetnek a címe is. Nekem mindennél fontosabb volt, hogy irodalom legyen. Tehát nem tanúsága, nem célja van az olvasmánynak, az írásnak, hanem irodalom legyen, ami embert, világot, kort úgy mutat be, hogy nem a tényekhez ragaszkodik, és a tényekhez köti magát. Hát engem nagyon bántott az, hogy 20 éve itt lakunk a Ferencvárosban, és soha nem mentem el még a Kén utcába, a Dzsumbújba, ebbe a nagyon rossz és ismert részébe a Ferencvárosnak. És egyszer elhatároztam, hogy ezt azért nem lehet itt csinálni, és a Mester utcai iskolába, amelyik 7 éves gyerekektől 14 éves gyerekekig művészeti oktatást vállalt, csinál. Mester utca iskolába elmegyek, és ott írok valamelyik, vagy az iskoláról és több gyerekről. És ott találkoztam össze ezzel a Danó Roland nevű nagyon tehetséges fiatalemberrel. 4 testvére van, édesapja. Mióta létezik, mióta felnőtt, dolgozik. Tehát soha nem volt állástalan, nem volt munkanélküli, dolgozik, és így neveli a mint gyerekeit, ez a minta létezik előtte. És Roland tehetséges, egyrészt festőnek kiváló. A tanáriban, pontosabban az iskolában van egy kép, amit József Attila Ferencvárost érintő versére készítettek a diákok. Ő az egyik festője ennek a képnek. 5-6-7-en festették. Akkor színházban játszott az amatőr színházban, akik járták az országot, de nem akar, de évekig játszott, tudja, mi az színésznek lenni, tudja, mi az szerepet megtanulni, főpróbákra járni, előadni. Arra jutott, hogy ő nem akar egész életében ezzel foglalkozni. És 18-20 évesen el kell dönteni az embernek, hogy mit akar, és egy idő után arra jutott, hogy elmegy Magyarországról, és Németországban fog dolgozni, mert ezt a megélhetést ezt nagyon nehéznek tartja. Elment, visszajött, de ez már nem része a könyvnek. Ott hagytam abba a könyvet, hogy elment Németországba, és reméljük, hogy mégis visszahúzza valami. Én úgy képzeltem, hogy ez a 2 könyv együtt jelenik meg, pontosabban egy harmadikat írok hozzá, és ezzel a 3-mal lesz igazából egy, hát 3 kis regény, mondhatnám úgy is, nem nagy regény, mert én nagy regényt nem írtam, nem tudok írni. Ez a könyv most elakadni látszik. Arra gondoltam, hogy sok-sok ismerősöm volt, akiről tudtuk, hogy vállalták a besugást. És többek között, mondjuk csak, hogy egyet említsek, mesélték, hogy aki idegen vezető, idegen forgalomnál, ibusznál dolgozott, annak egyértelműen vállalni kellett azt, hogy jelent a utasairól,
ha kérik, nyilván mindenkiről nem jelentek. És engem nagyon izgatott az, hogy ugye eltelt közben most már 20-30 év, hogy hogyan szembesül ezzel az a személy, aki ezt vállalta. Letagadja magának, ne adj Isten, vagy talál rá olyan magyarázatot, ami erkölcsileg is, társadalmilag is az ember nem örül neki, de elfogadja, hogy ilyen is volt, és ezek ilyen idők voltak. De egyelőre nem sikerült. Hát fáj ez a ketté hasítottság. Ez engem érzékenyen érint, mert tőlem távol állt. És most már nemhogy fokozódik, elmélyül, mint hogyha így is akarna örökké maradni. És ez bánt. Hogy mit lehet ellene tenni? Még nem tudom, de ha lehet, akkor meg kell próbálni.